Nem sok idejük lesz pihenésre, regenerálódásra, 1 es csapatunk játékosainak, ugyanis a hétfői bajnokit követően pénteken már ismét pályára kell lépniük. Sipos Gergőjék a nyolcadik fordulóból előrehozott derbén szerepelnek majd a Nyírgyulaj otthonában. Csapatunk már csütörtökön útra is kelt. A bajnokság eleje van még, ugye, jól fel vagyunk készítve, hogy a fizikális terhelése hétfőn ugye meccs volt, és kedden reggel már tudtunk egy regenerációs edzést csinálni, és ez így jól felhozta a csapatot, hogy jó állapotban legyünk, és szerdától már tudtunk rendesen edzeni, és innen is köszönjük a vezetőségnek, hogy egy nappal le tudunk utazni Nyírgyulajba, és nem ö, hat óra utazás után kell játszanunk, hanem ott kipihenhetjük magunkat, és ö, frissen tudunk a pályára lépni. A nyírségi együttes két vereséggel rajtolt. A főként ukrán légiósokkal megerősített Gárda előbb a debrecentől kapott ki 9-4-re, majd pedig Veszprémben maradt alul 2-1 arányban. Ezzel szemben a mieink két győztes mérkőzéssel kezdték a szezont. Szerintem nem szabad kiindulni ezekből az eredményekből, nem szabad őket lebecsülni. Szerintem nehéz meccs lesz, arra is készülünk, de reméljük, hogy el tudjuk hozni a három pontot. Mennyit számít az nekünk, hogy azért egyértelműen jobb játékos állományunk van, mint a Nyírgyulajnak, és hát két győzelemmel is rajtoltunk. Biztos számít, szerintem jó formában van a csapat, jó meccsre, jó meccset is fogunk játszani, és bízok benne, hogy minél jobb eredményt érünk el. A Nyírgyulaj haladás VSA mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Nyírbátori Városi Sportcsarnokban. A derbi egyértelmű esélyese az eddig 100%-os mutatóval rendelkező vasi zöld lesz.